sportosat. Híradónk vendége ifjabb Bozsik József, az egyes fogadhajtó kapitánya. Mikor volt az utolsó műtéted? Hát augusztus 15-én keltem fel a ágyból, de június 15-én volt a 11. műtétem lényegében. Hanyadik volt? 11. Rendben vagy most már? Most már rendben, igen. Tehát 11 műtét után? Igen. Hány év alatt? 2,5 éve történt. Április 11-én volt a balesetem. Ugye fogadhajtás. Így van, így van. Szenvedtél sokat. És volt esély rá, hogy lehet, hogy nem is lesz jó lábad, hogy én hallottam. Igen, igen, igen. Hát egészen 2 évig lényegében mozgott a léc, és az Uzsoki Kórházban professzor dr. Hangódi László, akinek egyébként nagykátai gyökerei vannak, mert az édesapja varta össze 3 évesen a fejemet, mikor az óvodában nekiszaladtam a falnak, és hát utána lényegében nekem a kis ujjam nem volt eltörve 40 évig, nem is voltam kórházba se, hála a jó Istennek, de 2,5 éve Szilvásváradon történt ez a baleset, és végül is 7-szer műtöttek Szilvásváradon, bocsánat, Egerbe, szóval Szilvásváradon Egerbe vittek, és hát ott is nagy köszönettel tartozom az ottani orvosoknak, mindent elkövettek, de végül is az Uzsoki Kórházba állítottak újra lábra úgy, hogy most már hétvégén a Tápió Szentmártoni versenyen a pályát már mankó nélkül tudtam bejárni. Eddig mankóval tudtál közlekedni? Eddig mankóval, illetve előtte hónapokig tolószékben voltam. Illetve 2,5 hónapig dupla gipszben, akkor viszont szó szerint egy vécére nem tudtam kimenni. Sok minden ráment erre a sérülésre? Az életedből mennyi? Elrepült, eltelt. Igazából... Most már mosolyogsz, akkor igen. Szenvedtél. Nem, nagyon pozitív ember vagyok, és azt mondom, hogy szenvedtem én azt megelőzően is nagyon sokat, hisz küzdünk nagyon sokat az életbe, hol ezért, hol azért. Most azért küzdöttünk az elmúlt 2-2,5 évben, hogy talpra álljak, de itt vagyok. Én is úgy csodálkozom néha, lele nézek a lábamra, és úgy csodálkozom, hogy tényleg újra járok. Furcsa érzés még. Most Tápió Szentmártonban volt az első fedeles verseny, ott még szaladtam is. Lényegében hát 2,5 éve nem futottam. Akkor az erősíteni kell még. Igen, igen, igen. Rendszeres gyógytorna, rehabilitáció. A lovak mennyire sínlették meg, hogy ifja Bozsik József nem tud mozogni? Hát nagyszerű csapatunk van otthon, ezt többször már elmondtam, szóval mi is tálunk egy családi vállalkozás. Nagyon sok tanítványunk van, nagyon sok lovász tanítványunk, fogadhajtó tanítványunk, barátaink, illetve a balesetkor ugye a feleségem, ő átvette az egész stafétát, vitte a hátára a lovardát, illetve hát amikor én bevágtam magam egy jó pár hónapra, konkrétan 6 hónapra a Covid idejébe a kórházba, akkor még csak 1 hónapos volt a kisebbik fiam, és bizony minden teendőt ő látott el. Így teljes mértékben túlvészeltük, de én azt szoktam mondani, hogy egy napot nem pihentem, hisz azonnal igazából csináltam a lóüzleteket, az eladásokat, tanítottam, online részt vettem meetingenken, úgyhogy a mai modern kor technikával lényegében nem szenvedett semmit hiányt a lovasiskolánk. Most már azért aktívabban részt veszek, de hajtottam fekvőgipszel, fölültem a fogatra, úgyhogy a hajtás élményét, a szabadság élményét az semmi nem tudta elvenni, és sokszor beszélgetünk, főleg az utóbbi évek alatt egy kicsit a fogathajtás néha mélyrepülésben van, hogy sokan abba hagyják, stb. Én úgy gondolom, hogy akit igazán elkapott ennek a szele, az soha nem tudja abba hagyni, én sem. Azt kell, hogy mondjam. Család, feleség megmaradt?
Természetesen minden rendben van, a kicsik cseperednek, úgyhogy nagyon sokat vagyok velük. Lényegében azért volt időszak, amikor látogatási tilalom volt, és azért az megviseli az embert, hogy le kell menni a tolószékkel egy lejtőn, egy emelkedőn, és a pár hónapos gyermekét az ember egy kerítésen átlátja titkon, mert még ezt se lehetett csinálni, most már el tudom mondani, hogy így csináltuk a meetingeket, de lényegében édesapám, édesanyám, az idei magyar bajnok Kun Andrea, ő átvette szinte az összes tanítványomat, közel lakunk egymáshoz, úgyhogy nagyon sokaknak én nagy köszönettel tartozom, túléltük, most azért már egy kicsit óvatosabban, a gyerekek miatt főleg, hogy azért ők is szeretnék az apjukat amik fölnőnek látni, és én is őket, azért észre kell csinálni. Ez sajnos benne van ebbe a sportba. Én azért nagyon biztonságra törekedtem. Ez ugye az országos bajnoki fedeles döntőnek az összevetésén volt ez a baleset. Harmadszor mentem ugyanazon a pályán, magyar bajnoki címvédő voltam, így is bronzérmes lettem, hisz az összevetésben, hogy fölborultam, a bronzérmet a nyakamba akarták akasztani, de akkor engem már vitt a rohammentő az Egri kórházba Szilvásváradról. Egy tized másodpercnyi kihagyás, ami talán nem is a mi hibánk volt, a picit más okai voltak, de ezt már boncolgattuk. Úgy látom, ezzel nem tudtad magad túltenni. Én túltettem, úgy gondolom, nem keresem úgy az okát, valamiért ez dobta a gép. Át tudsz lépni ezen? Át. Elengeded, ahogy szokták mondani? Engedd el ezt a történetet. El kell engedni, vissza kell ülni. Azt mondják, hogy megváltoztál. Ugye régebben kicsit heves gondolkodású voltál, aminek néha ugye hangot is adtál, most állítólag megfontoltabb lettél. És lehet, hogy ennek is tudható be, hogy te lettél újra az egyes fogadhajtó kapitánya? Én úgy gondolom, hogy ha erre utal a kérdésed, soha nem hunyászkodunk meg az elveinkért, mindig ki kell állni. Most az van a nagy magyar lovasportban, hogy nem kell az ifjabb Bozsiknak megszólalni, megszólalnak itt mások is. Évekig, évtizedekig valóban, mind újságcikkekben, mind itt benn nálad, mind belekacsintottam a politikába is. Én mondtam az igazat, és se egy díjugrató, se egy díjlovas, se egy fogadhajtó igazából nem adott annyit, igazából a médiának, vagy nem szerepeltek annyit a hírekben, mint most. Most azért kapja hideget, meleget a Magyar Lovas Szövetség, hol Lázár Vilmos, ugye a Magyar Lovas Szövetség elnöke, hol Jámbor Vilmos, ugye a Fogadhajtó Szakbizottság elnöke, hol sajnos egymással levelezgetnek. Azért ilyen, idézőjelben az én időmben nem volt, ott nagyon kevesen mertek megszólalni. Most olyan történések vannak a magyar lovassport egészében, lényegében soha ennyi pénz nem áramlott a lovaságazatba, soha ennyi milliárd, tudod, nem költöttünk el. Mi mindig védtük a mundér becsületét, és az, hogy ha már jönnek ezek a milliárdok, akkor köszönjük meg, de a megfelelő lovakhoz és a megfelelő tehetséges fiatalokhoz jussanak el ezek az összegek. Én úgy gondolom, hogy most valóban nem tudnék olyan magyar lovas embert mondani, fogadhajtók, meg egy se jut eszembe, akivel én rosszban lennék. Azzal is, akivel talán rosszban voltam. Vagy akkor nem te változtál meg, hanem az idő változtatta a többieket? Én úgy gondolom, hogy igen. De természetesen megfontolt abban nyilatkozom. Jóformán nem is nyilatkoztam. És amikor megválasztottak most újra szövetségi kapitánya, vagy csapatmenedzseré, most így hívják, akkor szó szerint elhangzott az egy ülésen, hogy vigyázzak azért arra, hogy mikor megyek a dínósportba. És vigyázzak arra, hogy mit mondok a dínósportba. De jóformán én is csak pislogok azért, ami most megy a Facebookon, és kimerem jelenteni, hogy nem jó.
Nem jó, nem jó, nem jó ezt kívülállóként, a kórházi ágyból sem nézni, és nem jó úgy sem nézni, ami most megy, hogy benne vagyok, mint csapatmenedzser, sőt nem csak mint csapatmenedzser, hanem lényegében az állami támogatásokat, a lovakat, illetve a kocsikat is most a csapatmenedzserekre bízták egy kicsit. Mi írjuk ki az új pályázatokat jövőre. Most már magadat szíthatod majd. Így van, így van. De mindig tényleg az, hogy tisztességesen, becsületesen kell ezeket a lovakat elosztani, ezeket a kocsikat elosztani, tényleg az kapja meg a megfelelő támogatást, aki megérdemli. Jó, akkor most látsz perspektívát? Én látok perspektívát. Ha nem látnák perspektívát, főleg az egyes fogadhajtásban, akkor lehet, hogy nem ülnék itt. De nagyon nagy jövőt jósolok, és jósolnak az egyes fogadhajtásnak. Na. Rendkívül mi, jó, mire hogy föl? Vannak új arcok, illetve... Itt hajtókra gondolsz? Itt hajtókra gondolok. Vannak új arcok, vannak régi arcok, akik rájuk én is azt mondom, hogy megváltoztak. Volt, hogy évekig nem beszéltünk egymással, és most még ide jöttem, 35 percen keresztül beszéltünk magánéleti és lovas dolgokról is. A nemes cél érdekében mi egyes fogadhajtók összefogtunk, és az eddigi, most már régi motorosnak számító többszörös magyar bajnokok, Kun Andrea, Ronzi Gábor, az újak, fiatalok, Posta Dávid, Drahanovszki Vili, egy csomóan Görög Gábor, látnak ebbe fantáziát, ebbe az egyes fogadhajtásba, úgy is, hogy sokkal, de sokkal nehezebb ma egyes fogatot hajtani, mint négyest és kettes fogatot. És nekünk ezt nagyon színvonalasan kell, úgy gondolom, intézni, menedzselni, én mint csapatmenedzser, hisz olyan emberek is beszálltak ebbe az egyes fogadhajtásba, Moldován András, a cápa lényegében, a Paulovics Ágnes, ugye Vida József támogatásával, akik azért tényleg egy komoly közegből jöttek. Valamit ők már letettek az asztalra, és mégis látnak fantáziát az egyes fogadba. Ezeket az embereket össze kell fogni, menedzselni kell. Úgy gondolom, hogy Jámbor Vilmos által egy korábbi sikeres egyes fogadhajtóról beszélünk. Ő neki a hátterével, aki ugye a fogadhajtó szakbizottságát vezeti, megfelelő vehemenciával. De Demkó Zsolti... Ugye, és neki nemzetközi kapcsolata is megvan, melyebb volt. Igen. Demkó Zsolti szintén egyes fogadhajtó, szintén a fogadhajtó szakbizottságban van benne, ifjabb Dobrovisz József szintén támogatásáról biztosított. Úgy gondolom, hogy tényleg egy egységes csapat állna most elő. Jövő évben ott lesz az egyes fogadhajtó világbajnokság, ahol idén a kettes fogadhajtó világbajnokság volt, ugye, ahol Hölle Martinék csapat és egyéni aranyat is szereztek. Jó, akkor mi az elvárás veled szemben? Lényegében a magyar csapat, a magyar egyes fogadhajtó csapat tizedik volt kettőször a világbajnokság történetében, az egyes fogadhajtó világbajnokságok történetében. Ezt egyszer velem érték el 2016-ban Piberben, és ettől egy picit jobban szeretnénk szerepelni jövőre, a 2024-es világbajnokságon, és 2026-ban viszont Magyarország szeretné megpályázni az egyes fogadhajtó világbajnokságot Kisbéren, Jámbor Vilmos támogatásával, ahova viszont... Hazai pálya. Hazai pályán egy éremesélyes egyes fogadhajtó válogatottat kell összehozni. A lényegében ezek az elvárások, én úgy gondolom, hogy ha 6.-8. helyre beér a válogatott most, azért ne legyenek nagy illúzióink 2024-ben, arra lehet építkezni, majd esetleg 26-ra. Van merítési lehetőséged? Hány versenyződ van? Van. Jelenleg
15-20 egyes fogadhajtóval számolunk. Akik nemzetközi szinten is, ezt tegyük hozzá. Igen, igen. 13 egyes fogadhajtó jelezte, hogy jövőre nemzetközi szinten szeretne indulni. Ezek között van olyan, aki még a kétcsillagos minősítésből 3 csillag van, nálunk az a csúcs, 2-ről 3-ra kell minősíteni. Rendkívül jó háttérrel rendelkező hajtók vannak, illetve a régi nagy öregek is a támogatásukról biztosítottak lényegében ezen az úton. Én nagyon számítok arra, hogy nagyon sokan, akik mondjuk tehetségesek voltak, csak az utóbbi időben például nem indultak, azok is szintén visszatérnek. Nem akarod felhívni őket? Vagy rájuk bízod? Ők nekik kell érezniük, hogy jöjjenek vissza, vagy te lesz olyan gálás, és felhívod őket? Igen. Pedig nem beszéltünk össze, de pont ma hívtam fel. Na. Ha nem sértődnek meg, akkor elmondom, Kecskeméti László Kecsó, 2-es és 4-es fogadhajtó világbajnokkal beszéltem, illetve Nyúl Katikával. Mert 2016-ban, én úgy gondolom, hogy az egyes fogadhajtás Kistopolcsánban, a Duna-Alpesi kupán egy ezüstérmet szerzett, és akkor fehér, és akkor tényleg egy nagyon jó csapat lehetett volna, aztán elcsúsztunk egy banánhéjon, mert a világbajnokságra a Duna-Alpesi kupa után már sajnos nem az a válogatott utazott ki, de felhívtam őket, és mindketten indulni fognak jövő évre, jövő évben. Na, szuper. Ebben az évben lesz valami program már az egyes fogadhajtásnak, vagy most ez az év, ez rájuk van bízva, mindenki ott indul, ahol akar, fedelesbe, vagy már kötött egy kicsit a program? Igen. Mindenki már most elkezdte a felkészülést, és nagyon-nagyon örülök neki. 3-4 válogatott szintű hajtó indult a fedeles első szezonra. Kun Andrea nagy örömömre elhozta a csúcslovát a fedelesbe, és ezzel a bocsáss meg őrült csiki-csuki menjünk, mint a veszedelem. Versenyen második helyezést ért el a világbajnokságra készülő lovával, Csakkal. Most Ápió Szentmártonban ez nekem egy nagyon nagy öröm volt, de új lovakat is kipróbálgatnak, illetve decemberben egy holland szövetségi edzővel kiegészülve, egy holland származású, de a Magyar Egyes Fogadhajtó válogatott szövetségi edző címében szereplő úriemberrel, Rudolf Pestmannal fogunk leülni, illetve a szakbizottságból ifjabb Dobrovic Józseffel kiegészülve, és egy nagy bírálatot tartunk. Megnézzük, hogy most decemberben hol állunk, és január, február, márciusban nem fogunk unatkozni. Minden hónapban jön a Pestmann úr, aki egy többszörös világbajnoki helyezett, egy fiatal, nagyon jó adottsággal rendelkező, és nagyon fontos mindenki, minden egyes fogadhajtó által elfogadott úriember, és közösen szeretnénk fölkészíteni a válogatottat. Áprilisban lesz az első nemzetközi verseny Kladrubiba, illetve utána remélhetőleg versenyezni fogunk itthon is. Nagyon-nagyon meg voltunk lőve idén a versenyekkel. Szakbizottságváltás volt, nagyon kevés verseny volt, de úgy gondolom, hogy Vecsés visszatér a vérkeringésbe. Azért ott van Bugac, ott vannak a mélykúti versenyek. Azért jó pár jó versenyt lehetne idén rendezni Magyarországon, ami nemzetközi szintű lesz remélhetőleg, és válogató verseny. De ki kell mennünk külföldre, és meg kell méretkednünk a világgal is. Akkor ebben az évben a fedeles versenyek vannak, igen. És akkor azon ott indul el, aki akar. Most semmi kötelező jelleggel nem kell részt venni. Igen, igen, igen. Illetve én azt magamra vállaltam, hogy minden egyes hajtóhoz személyesen el szeretnék menni, föl szeretnék ülni a fogatra, és jó magam is meg szeretném nézni, esetleg tanácsokkal ellátni, hogy merre induljunk el. Minden egyes? Minden egyes. Válogatotthoz vagy mindenkihez? Mindenkihez, aki igényli, de azért a jövő évi világbajnokságra már most tudjuk, hogy körülbelül 7 hajtó indulhat, és körülbelül 7-8-9 fogat van, aki vállalja is ezt az indulást, és reálisan egy közös meetingen tartottunk Bicskén, Vida József úr vendéglátásában, ahol
egy olyan beszélgetés zajlott, amire én amióta a fogadhajtásban az eszemet tudom, nem volt példa. Minden egyes hajtó elmondta a saját, akár önkritikával ellátott véleményét, kinek mi a lova, milyen lova, hova készül, mik az elvárások, ezt megbeszéltük, és körülbelül úgy gondolom, hogy most egy 7-9 hajtóval, illetve lóval tudunk számolni, és a 15-20 fős fiatalokkal, fiatal lovakkal, nagy visszatérőkkel pedig kiegészülve, azért ha tényleg Magyarország megkapja az egyes fogadhajtó világbajnokságnak a rendezési jogát, akkor ott azért egy 20 egyes fogadhajtó, én úgy gondolom, most tarthoz, rajthoz fog állni. Jó, hiába van a jó koncepció, hiába vannak sikerre éhes hajtók, ha nincsenek első osztályú nemzetközi lovaink. Ebben tudtok-e segíteni, hogy minden egyes hajtónak saját magának kell elővarázsolni a jobbnál jobb lovat? Igen. Igen, igen. Ebben is egy pici előrelépés, hát olyan pici előrelépés, hogy én nem tényleg még a 1990 megelőző időszakban volt példa, hogy fogadhajtó állami lovat, vagy állami támogatással lovakat hajt. Most ez megvan, ez a KFT. Vásároltak 10 lovat, amiből jelenleg 3-4 kiírásra fog kerülni pályázati lehetőséggel a mai naptól, és úgy tudom, hogy 2 lóra jelentős egyes fogadhajtó érdeklődés mutatkozik, és egy hét múlva már többet tudok erről mondani, de nagyon úgy néz ki, hogy egy fiatal, nagyon tehetséges holland KVPN lovat, illetve egy másik lovat, ami a Dobrovic családnál volt kihelyezve, ifjabb Dobrovic József felajánlotta az egyes fogadhajtóknak, korábban az egyes fogadhajtásban versenyzett, és van rá érdeklődő, elmennek, kipróbálnak, pályáznak, és majd ott valahol fönt a nagyok eldöntik, hogy mi lesz a lovak sorsa, de ez úgy gondolom egy nemes gesztus volt. Aki... És akkor lehet, hogy innen elindul egy folyamat. Igen, igen. Mert csak egy kezdet, ez még csak egy nagyon kicsi kis kezdet. Igen, igen. Kun Andreának van egy nagyon jó lova, sokkal jobb és nyugodtabb idegrendszerű, mint a 2016-os Armani nevű lova volt, amihez én nagyon sokat próbáltam hozzátenni, aztán a melegítő pályán már megnyertük a VB-t, de amikor behajtott a négyszögbe, akkor sajnos nagyon komoly problémákkal szembesültünk. Most egy sokkal jobb lova van, a Kun Andreának élete VB-je lehet, már most a 24-es. Ronczik Gábornak van egy nagyon jó lipicai fajtájú lova. Én nagyon bíztatom őt, hogy... Lipicai? Lipicai. Jó az, mert ugye nem véletlen mondják, hogy az egyes fogat a legrosszabb, mert főleg ott a díjhajtás miatt, ahol a mozgást nagyon jól látják, ott nem lehet elsumákolni a lovak mozgását. Megfelele ez a lipicai lónak lévő mozgás kultúra, ennek a szabályrendszerek, amin úgy elbírálják majd a díjlovaglást. Én úgy gondolom, hogy talán édesapám négyes fogat első lovai, a Sziglavi Capriola 10-6 a Dino óta nem volt a magyar fogathajtásban olyan ló, mint ami most a Posta Dávid, egy fiatal egyes fogathajtó kezébe van, és a Ronczik Gábornak. Egyet nem szeretnek a bírók, ugye a feszességet, és a lipicai lóban benne van egy kicsit ez a feszesség, ez a pörgés, ez az arrogancia, egy kicsit többet fog a száron, elbújik. Ezzel most már nem lehet VB-t nyerni, de úgy gondolom, hogy ki lehet képezni a lovakat. Abszolút. Egy lipicai lónak is a kiképzettsége az, ami picit néha hiányos, és azért nem jutnak el versenyre. Most lehet azt mondani, hogy sokan, bocsánat, ezzel takaróznak, hogy de hát a lovas fogadhajtó világkupába, ezen az őrült fedeles versenyeken mennyi sok lipicai megy, és még az Excel Boyd is hajt egy lipicai lovat, és a Sárdon is. Ezeknek a lovaknak a kevés kivételével a nagy többsége nem alkalmas a háromszámos rendes versenyzésben, sem fejben, sem képzettségben, sem anatómiában. Ezek arra valók, sajnos a magyar lipicai lovak, befogják egy fedelesnek a parkolójába, a betonon, bemennek, kerülnek hármat, aztán vége.
de keresettek természetesen, hisz több ezer, több tízezer eurót lehet ilyen federes versenyeken keresni, de azért oda bejutni egy négyes fogathajtónak rendkívül nehéz. Szóval mindenki irigyli azt, hogy hány tízezer eurót lehet nyerni, de amire oda eljut egy négyes fogat, hogy a top 10-be bekerül, az azért... Tehát akkor az a Lipica is jó, aztán... csak többet kell vele foglalkozni. Én úgy gondolom, hogy igen, jó, többet kell vele foglalkozni, meg tenyészteni is azért tudni kell. Én, ha jól tudom, akkor jelenleg Szilvásváradon született X Csikó, és talán Hódi Károly többszörös érmes fogathajtunk tenyészetébe talán több csikó született, mint Szilvásváradon idén. Na már most itt 10 évvel ezelőtt volt 100 ezer ló, most van 35 ezer. A nagyszámok törvényi alapján lovat kellene tenyészteni, azt utána kipróbálni, kiképezni, és akkor lehetne újra egy csodálatos lipicai négyes fogatunk is. Én azt gondolom, hogy sok kritikát kapnak a lipicai hajtófogathajtók. Konkrétan elmondják neki, és talán a Posta Dávidnak a kedvét még picit meg is szekt, el is vették, hogy tehát a te lovad az nem alkalmas. Ezt mondják, amit te is mondasz. Én meg azt mondom, hogy alkalmas lehetne egy megfelelő edzővel és egy megfelelő menedzseléssel. Én nem mondom, hogy világbajnokságot lehet nyerni, de ott lehet lenni, ott lehet szépen lenni. És bizony talán jót tenne a magyar lipicai ló tenyésztésének, meg az eladásoknak, meg a külföldiek is talán jönnének újra Magyarországra lovat venni, és nem mi mennénk Hollandiába, ha bizony lennének lipicai lovak. Az egyes, kettes és a négyes fogathajtásban is, mert most jelenleg a válogatottban nulla a számok sajnos. Sajnos időnk lejárt, akkor hajrá, feladat van bőven, lesz majd mit számon kérni rajtad. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, hogy itt láttam. További sportosat.